Köszöntöm a nézőket! Stúdiónkban Kulcsár Ferenc, a DMTK elnöke érkezett hozzánk. Köszöntelek! Köszönöm szépen és a meghívást az Egyesület valamennyi sportolója nevében. Történt-e változás a DMTK életében? Mindig van változás, ami érinti a működésünket. Ha 2015-ös évet tekintjük, akkor sok változás történt az Egyesület életében. Talán az egyik legfontosabb, amiben a város működését is tudjuk segíteni, hogy az Egyesület lehetőséget kapott arra vonatkozóan, hogy a TAUS támogatás keretében a városi sportcsarnok építésére vonatkozó pályázatot benyújthassa. Ennek az alapvető feltétele az volt, hogy az önkormányzat képviselőtestülete ezt az elképzelést támogatta, az ehhez szükséges önrészt biztosította, és ezen túlmenően az összes olyan háttérmunkát, ami ehhez szükségeltetik, azt pedig az Egyesület elvégezte. A támogatást időben begyújtottuk, a hozzátartozó forrásokat begyűjtöttük, és így lehetőség adatik arra, hogy az idei évben 2016-ban ez a munka elkezdődjön. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos olyan lépés, amelyben sikerült együttműködnünk a várossal, az önkormányzattal, de természetesen ezen túl egyéb változások is érintették az egyes szakosztályokat, nem tudom, hogy érintsük-e mindegyiket, vagy pedig... Beszélhetünk mindegyikről, akár az úszó szakosztályról. Az úszó szakosztály az egy komoly újdonság, ezt még mi is ízlelgetjük, az ezzel kapcsolatos feladatokat és teendőket. Ez megint csak egy beruházáshoz kapcsolódik. Az úszók, az, hogy úszó szakosztály létezik a DMTK-ban, ez nem a mi ötletünk volt. Megkeresték a város vezetőit abban a vonatkozásban, hogy szeretnének csatlakozni a város sportéletéhez, és a polgármester úr pedig hozzánk irányította a jelentkezőket. Emögött az a terv áll, hogy az ő segítségükkel és az ő létükkel elképzelhető, hogy az az elképzelés, amelyet régóta dédelgetnek a városban, hogy úszodát építhessünk, az elképzelhető, hogy egy lökés kap erről az oldalról is, hogy van saját úszószakosztályunk, és valóban ugyanez már az idei évet érinti, tehát 2016-ban a Vasas felbomlott úszószakosztályának néhány tagját átvettük, megalapítottuk az úszószakosztályt, és körülbelül 20-25 fős létszámmal már itt vannak nálunk, és edzenek, illetőleg versenyeznek. A DMTK csapata milyen eredményeket ért el? Melyik vonatkozásban? A foci csapat. A labdarúgó csapat. A labdarúgó csapat a felnőtt csapat, ugye több csapatunk van, utánpótláskorú gyerekek versenyeznek, illetőleg felnőtt korosztályban versenyzünk. A felnőtt csapat, hogyha a kérdés erre irányul, az az első harmadában szerepel a tabellának. Mindig vannak olyan elképzelések, hogy esetleg feljutó helyet megcélozzunk, és ezzel az MB2-be való feljutást biztosítsuk, de egy-egy homokszem mindig gördül ennek útjába, de azt mondhatom, hogy stabilan az első harmadában, az első felében mindenféleképpen szerepelünk a bajnokságnak. Ezt a helyünket egyébként most még előkelőbbre tettük, a jelenlegi bajnokságban a harmadik helyen állunk. Ez pillanatnyilag egyébként feljutó szerepet jelentene. Picit a kézilabda szakosztályról is tudnánk beszélni? A kézilabda szakosztály igen, az azért is érdekes, hiszen a kézilabda szakosztály keretében nyújtottuk be azt a pályázatot, amiről az imént beszéltem. A kézilabda szakosztályunk alapvetően férfi szakánként működik, lányok, nők nincsenek az Egyesületben. Ez a szakosztály stabil MB2-es csapatként van jelen a saját bajnokságában, illetőleg az utánpótlás korú versenyzőink is. Itt két csapatot kell érteni, egy ifjúsági csapatot, illetőleg egy serdülő csapatot, és én azt gondolom, hogy azzal a létszámmal és azzal a teljesítménnyel, amivel most pillanatnyilag jelentkezünk ebben a szakosztályban, ez kellő alapot adott és ad arra, hogy
ezt a pályázatot végig tudjuk vinni. Ez is segítette természetesen a pályázatunkat, és azt reméljük, hogyha egy saját hazai pályával rendelkezhetnénk, akkor az esetleg még inspirálna fiatalokat arra, hogy ebben a szakosztályban végezzék az edzéseket. A DMTK pályára kitérve milyen felújítások történtek? Most a kapu felújításra is gondolok. A sportpályán a felújítás az szintén már az idei évet érinti, illetőleg áthúzódó beruházásként a tavalyi évet. Itt a régi bejáratot, a régi portált elbontottuk, és egy más technológiával elkészítettünk egy új bejáratot, tolókaput építettünk, áthelyeztük a gyalogkapunak a helyét, és így ketté választottuk a gyalogos forgalmat, illetőleg az autós forgalmat, és én azt gondolom, hogy ez mindenki megelégedésére történt, illetőleg egy új cégtáblát, egy új reklámtáblát is elhelyeztünk a bejárat fölött, amely világítható, és így az esti órákban is megközelíthető a sportterep. Mennyire igaz a hír, hogy öntözőrendszer lesz majd kiépítve? Ez annyira igaz, hogy ez is elkezdődött már. Az öntözőrendszer kiépítése a társasági adó forrásból történt kivitelezésre. Még nem teljes egészében vagyunk meg vele, de a pálya alapcsövezése az már megtörtént. A szórófejek elhelyezésre kerültek, és a nyáron mindenféleképpen működni fog ez az öntöző rendszer, és reméljük, hogy ezzel egyenletesebben tudjuk kijuttatni a vizet, és így a fű is egyenletesebben fog nőni, és minden területét be tudjuk öntözni a pályának. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is a meghívást. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.